Ebes a 4-es számú főút mellett található Hajdúszoboszló és Debrecen között. A környék közoktatási feladatait kezdetben tanyasi iskolák látták el, majd 1952-ben a Zady Endre utcán a 4 tantermes, 1967-ben a Kossuth utcán a 8 tantermes iskola és a 120 férőhelyes diákotthon vette át a szerepüket. 1984. március 2-án az iskola felvette Arany János nevét. A 2010-2011-es tanévben zajlott az iskola 5 tantermes bővítéssel egybekapcsolt felújítása. Ennek köszönhetően egy korszerű, szép, gondozott iskolaépületbe léphetünk be nap mint nap. Iskolánkban évfolyamonként két párhuzamos osztály működik 16 tanulócsoportban. A szakmai munkát kiemelkedő tárgyi feltételek segítik, a diákokat színes, barátságos IKT eszközökkel felszerelt tantermek várják. Pedagógiai programunk gyerekközpontú oktatást biztosít minden tanulóknak. Elkötelezett, jól felkészült tanáraink változatos módszerekkel segítik képességei kibontakozását, fejlesztését. Tanórán és tanórán kívül differenciált képességfejlesztéssel lehetőséget biztosítunk a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Számos tanulmányi versenyen veszünk sikeresen részt. A továbbtanulást felvételi előkészítőkkel, pályaorientációs programokkal segítjük. Az élményközpontú oktatás segíti a jól felszerelt fizika-kémiai laborunk, a tankonyhánk, az iskolakertünk és az alsós udvaron lévő kresztampályánk. Ezerettől kezdődően a gyerekeknek lehetősége van részt venni művészeti iskolai oktatásban. Zeneművészeti ágon zongora, ütőhangszer, furúja és klarinét tanszakokon, képzőművészeti ágon festészet, grafika és kerámia tanszakokon, valamint színjátszás tanszakon tanulhatnak diákjaink. Line up. 2006-tól magyar-angol két tanítási nyelvű képzéssel bővült az iskola oktatási kínálata. Ebben az oktatási formában a gyerekek heti 5 angol óra mellett bizonyos tantárgyakat is angol nyelven tanulnak. A két tanítási nyelvű oktatást angol anyanyelvi lektor segíti. But yesterday, the president canceled me, so it's not going to happen. So what I want to ask is, do you think it's a good idea or a bad idea? Nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink környezeti és pénzügyi tudatosságának fejlesztésére. A víz, a földvilágnapján versenyeket, flashmobokat, az állatok világnapján kis állatkiállítást, évente kétszer hulladékgyűjtést, autómentes napokat szervezünk. Gondozzuk az iskola kertünket, fát ültetünk. Részt veszünk a pénzhét, a fenntartatósági témahét programjain. 2009-ben elnyertük az ökoiskola, 2016-ban az örökös ökoiskola és a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címeket. 2017-ben az Oktatási Hivatal iskolánk részére az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet adományozta. A mindennapos testnevelés órák keretein túl az iskolában működő kosárlabda, atlétika, floorball, balett, mazsorett, futball és karate szakkör ad lehetőséget a rendszeres testmozgásra.
Fontos szerepet kap a korszerű digitális oktatás, az internet tudatos használatára nevelés. A 2012 óta működő robotika szakkör lehetővé teszi, hogy tanulóink betekintést kapjanak a digitális technológia fejlődésébe, megtanulhassák a robotprogramozás alapjait. A digitális témahéten a digitális eszközöké a főszerep az oktatási folyamatban. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk a hagyományok ápolására is. Minden évben megünnepeljük a nagyobb ünnepeket, részt veszünk községi rendezvényeken is. Hagyományosan a március 15-i községünnepségen iskolánk 7-es tanulói adnak emlékműsort. A karácsonyi koncertnek a református templom ad otthont, ami meghitté varázsolja a téli szünet előtti napokat. Minden év márciusában ünnepi emlékműsor keretében emlékezünk meg iskolánk névadójáról, Arany Jánosról. Az Aranyhét keretén belül megrendezésre kerül az alsós és felsős kazinci olvasóverseny, a szépíró, a mesemondó verseny és a hét zárásaként az aranyfutás. A művészeti iskolások az évvégi gálaműsoron kapnak lehetőséget arra, hogy megmutathassák tehetségüket. Itt kerül átadásra a Kádár Nagy Lajos szobrászművész által alapított az év képzőművészeti. ...2013 óta rendezünk Kresznapot, amely élménydús programokat kínál nem csak a helyi, hanem a megyéből és a határon túlról érkező versenyző diákoknak is. Az iskolánkban kiválóan működik a diákönkormányzat, melynek fontos feladata az évvégi bolondballagás és a diákönkormányzati nap megszervezése. A diákok kikapcsolódásának érdekében jó hangulatú programokat szervezünk. Erdei iskolát, tanulmányi kirándulásokat, túrákat, Halloween és Mikulás bulit, farsangot, madarak és fák napi kirándulást, nyári táborokat. Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Balatonszárszó és a csehországi Policska iskolájával. Munkánkat segíti az Hevesi Gyermekekért Alapítvány, mely a tanulók versenyekre való részvételét, illetve jutalmazását biztosítja. Megkérdezhetem, hogy miért szeretsz ebbe az iskolába járni? Igen, persze. Szerintem nagyon jó tanárok vannak, meg szép az iskola, meg sok lehetőség van kirándulásokra. Köszönöm. Azért szeretek ide járni, mert széles körű a programválaszték, és jó modern tanítási eszközökkel tanulunk. Azért, mert ebben az iskolában nagyon jó a légkör, barátságosak az emberek, és itt mindenki önmaga lehet. Köszönjük! Azért, mert jók a tanáraim, van sok barátom, matek órán játékosan csapatban játszunk, szeretem az iskolát, és szép az iskola. Én azért szeretek az iskolába járni, mert nagyon kedvesek a tanárok, megtanulunk írni, olvasni, számolni, és megtanulunk angolul, meg itt nagyon jó, és lehet itt játszani. Járunk florbarra, meg énekkarra, és énekkaron sok mindent tanulunk, meg van színház bérletünk a Csokonai Színházba, Debrecenbe. Azért, mert vannak ilyen jó foglalkozások, kosár, foci, meg kézműves, meg jó a farsang, meg az anyák napja, és a húsvét. Azért szeretek iskolába járni, mert új barátokat szerzek, meg amikor még óvodás voltam, nem tudtam egy csomó dolgot.
Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert nagyon kedvesek a tanárok, és nagyon jó az osztály, és nagyon izgalmasak az órák, és játékosan tanulunk. Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert itt sok barátunk van, például Jenci, Dani, Kenda, Viktor, és mindig is arra vágytam, hogy megtanuljak olvasni, mert amikor nézegettem az újságokat, akkor csak a képeket tudtam nézni. Például matekozni is megtanultam, a szorzótáblákat, a magyart, meg minden ilyen fontosat, ami fontos lesz majd az életben. Megkérdezhetlek titeket, hogy miért szerettek ebbe az iskolába járni? Azért, mert a tanárok játékosan adják elő a tananyagot. Én azért szeretek, mert befogadó a társaság, és jók a barátok. Én azért szeretem ezt az iskolát, mert nem bántják egymást a gyerekek. Szeretem, hogy sok programokat rendeznek, mint például túrákat, és megyünk Csehországba, meg szeretem, hogy ennyire kultúrált az iskola. Köszönjük! Azért, mert sok programot és versenyt biztosítanak nekünk, és már nagyon szép a környezet, a kedvesek a tanárok. Egy iskolába járni, mert szerintem nagyon szép, és nagyon rendesek az emberek. Köszönjük!